A Knesa Oktatási és Művelődési Intézet Berkein belül működő versszakosztály előadásával nyitották meg az eseményt. A gyerekek a Didergő király verset adták elő. A fiatalok számára sokat jelentenek a versek. Szeretem azokat, amik például Aditól vagy József Attilától vannak, mert komolyak. Szeretem az ilyen komolyabb verseket, mert mindegyikben van valami mondani való. A Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény már harmadik éve vesz részt a Posztolj verset az utcára elnevezésű mozgalomban. Célja a vers népszerűsítése a gyerekek körében. Ebben az évben 150 verset posztoltak ki egy várra, ahol Petőfi Sándor, József Attila és Aranyosi Ervin alkotásai közül került ki a legtöbb. Az iskolások elkészítették a vár alján lévő motivumokat, az óvodásoktól pedig azt kértük, mivel ők nem tudnak verseket írni, és hogy szerettük volna, ha ők is sajátjuknak érzik ezt a mi kis versvárunkat, készítsenek egy tenyér nagyságú virágot, és azt posztolják föl. Az eseményen a helyi általános iskola második osztályos gyermekei is felléptek, egy közös verssel tisztelektek József Attila születésnapja előtt.